8 plusz 8 milliós bírságot szabott ki az LMP-re az állami számvevőszék, mert kevesli a párt székházának bérleti díját. Az LMP szerint az eljárás csak arra jó, hogy egyes médiumok hatalmas visszaélésekről számolhassanak be velük kapcsolatban. Ungár Pétert kérdezzük. Itt is van az LMP elnökségi tagja, de hogy miről is van szó pontosan, egy 260 négyzetméteres 13. kerületi budapesti lakásról, amiért havi 400 ezer forintot fizetnek. Jó estét kívánok! És Hadházi Ákos társelnökük úgy fogalmazott, hogy ez nem is egy székház, hanem egy széklakás. De ugye az ördög a részletekben van, milyen állapotú? Nagyon jól illusztrálja, hogy milyen állapotú ez a lakás, hogy most már a falak nagyon jól néznek ki. Ez azért volt, mert pár hónappal ezelőtt a pénzügyi vezető, a call center vezetője és még egy kollégánk magát kifestették ezt, úgyhogy ők maguk vettek festéket és kifestették. Tehát én azt tudnám mondani, hogy ugye mindenki egy pár székháznál jó, attól még, hogy a falak nincsenek jó állapotban, lehetnek benne mahagóni bútorok, meg márvány előszoba. Tudok pár ilyet mondani, tehát nem lehet soha eldönteni elnökségi ülés alatt, hogy most azt választjuk, hogy behallatszik és kinyitjuk az ablakot, és hallatszik a kint a zaj, vagy pedig becsukjuk az ablakokat, de akkor meg, hogyha mondjuk nyár van, akkor egymást előbb-utóbb megesszük, annyira meleg van. Tehát, tehát nyilázárót is kéne cserélni. Hát mondanék erre valamit, hogy sikerült az állami számvevőszéknek egy olyan ingatlan becslést elvégezni ezen a lakáson, amihez nem kért energiatanúsítványt. Na most mindenki, aki Magyarországon adott vagy vett ingatlan, tudja, hogy ez a legalapvetőbb dolog, és ez 100 000 forintokban befolyásolja a piaci árat. Ez az összeg, amit kiszabtak, ezt valaki így, nem tudom, dobott egy kockát, vagy kihúzott egy számot, semmi alapja nincs. 2012 óta béreljük ezt az ingatlant, ez a Hegedűs Gyula utcában egy félemeleti lakás, tehát ez a székházunk, ezt 12 óta béreljük. Három ÁSZ ellenőrzés volt ezt megelőzően, mind a háromszor rendben találták. Tehát nem lehet tudni, hogy most hirtelen mi történt. És ugye az is nagyon érdekes, hogy minden olyan párt, amit itt most megbüntettek, ugye az Együttnek egy hasonló ingatlan jellegű történet miatt büntették meg. Ugye ezek olyan pártok, mint az LMP és az Együtt, amelyek nem kaptak a rendszerváltáskor nagy ingatlan vagyont. Ugye a Fidesznek a székházügyére, ami még az én politikai karrierem előtt bőven, de már sokan emlékeznek, hogy megtörtént. Ugye mi nem kaptunk ilyen nagy ingatlanokat, ezért kellett ilyen bérleményeket szereznünk, és ez pedig a piaci ár. Tehát ez a piaci ár. Kitől bérlik? Mert hogy az Együttnél felmerült az, hogy mivel ők egy cégtől bérelnek, ezért ez nem pénzbeli adománynak minősül, és a párttörvény szerint tiltott pártfinanszírozás zajlik, az ÁSZ érvelése szerint önöknél ez. Egy magánszemélytől béreljük, ez a magánszemély, ha majd erre igény van, ő tud erről megnyilatkozni, hogy miért adta ki, és miért így. Én azt tudom mondani, hogy míg mondjuk a Jobbiknál, annak ellenére, hogy az a büntetés is teljesen abszurd volt, legalább mondjuk egy oligarha fölsejlik, vagy fölsejlik valaki, aki ugye korábban a Fidesz oligarchája volt, tehát ezért kellően meg tudjuk vetni. Ez az ember, aki kiadja nekünk az ingatlant, egy olyan ember, aki ingatlan bérlésből plusz jövedelmet szerez, azt hiszem elég sok ilyen ember van Magyarországon. Ez a 8 plusz 8 millió, ez hogy érinti az LMP büdzséjét? Hogy kell elképzelni, hogy ez mekkora érvágás, vagy még kigazdálkodható? Hát ugye a januárban fogjuk megkapni a 2018-as évi első negyedévi támogatásunkat, ami 47 millió forint, azért a 8 millió az ennek egy azért érzékelhető része. Tehát, és ugye ez megy nekünk az összes működési költségünkre. Természetesen, mivel... Több mint az egyharmadát kellene az első negyedéves támogatásuk. Ráadásul ugye, ami az egésznek a teljes abszurduma, hogy az ÁSZ döntése fellebbezhetetlen. Milyen ilyen jogintézmény van a világon még, ami mond egy összeget, és mi nem tudjuk beigazolni azt, hogy ez az összeg teljesen abszurd. Mi amúgy minden jogi lépést meg fogunk tenni, ugye még itt várnak a mi véleményünkre, úgyhogy ott lesz egy elég hosszú ügyvédek által megírt vélemény, hogy miért egy teljes nettó idiótaság, amit leírtak, de az a helyzet, hogy az is felháborító, hogy a Fidesz ilyen eszközökkel próbálja a pénzt elvonni a pártoktól. És ugye ez nagyon fontos egy kampányévben, hogy mennyi pénzzel tud egy párt nekivágni. Egyébként az, hogy az ÁSZ döntés ellen nincsen jogorvoslati lehetőség, ez korábban is így volt, csak nem volt ekkora probléma, mert nem voltak ilyen súlyos bírságok? Vagy ez egy viszonylag új módosítás? Volt fideszes országgyűlési képviselő vezeti ezt a szervezetet, ami arra a megállapításra jutott, kimondhatjuk Magyarországon, hogy egy olyan párt van tulajdonképpen, ami a gazdasági törvényeknek megfelelően jól gazdálkodik, ez a Fidesz. Hát azért ez a mondat már önmagában mutatja a teljes abszurditását a helyzetnek, és ráadásul még jogorvoslat sincs. Tehát egy volt fideszes országgyűlési képviselő által vezetett szervezet azt mondja, hogy mindenki helikopter, kivéve a Fidesz, megy az autópályán jó irányba, és akkor mindenkinek azt kell mondani, hogy igen, hát tényleg ez jó, és hogyha holnap kiderül, hogy mondjuk a Fideszt is megbüntetik 3 millió forintra?
Na? Hát például, ha már tiltott pártfinanszírozásról beszélünk, mert ez egy fontos dolog, hogy kik, hogy követnek el tiltott pártfinanszírozást, a Fidesz politikai üzeneteit adófizetői forintokból kiplakátolja a kormány több mint 9 milliárd forint értékben mondjuk a soros konzultációval. Ha valami tiltott pártfinanszírozás, akkor ez. Érdekes módon az állami számvevőszék egy szót nem szólt ezzel kapcsolatban. Jó, de tényleg, tehát hogy mi van akkor, hogyha az egyenlőség látszatát felkeltve, vagy mutatva kap a Fidesz is valamilyen bírságot? Hát hogyha a legnagyobb... Tehát, hogyha a legnagyobb bírság, amit kiszabott egy másik ellenzéki párt a Jobbik esetében, több mint 600 millió forint, és utána a Fidesznél mondjuk egy 3 vagy 5 millió forintos bírságot szab ki, akkor pontosan tudjuk, hogy ez arról fog szólni, hogy megteremtsék a látszatát annak, hogy mindenkire vonatkoznak a törvények, de nem lesz ez a valóság. Azt mondta, hogy valódi jogorvoslat nincs, majd a megjegyzéseiket elküldik az ÁSZ-nak, de ezen kívül bármilyen más demonstrációra, ilyesmire készülnek? Én Szigetvári Viktorra folytattam erről megbeszélést, hogy elképzelhető, hogy valamit közösen fogunk ezzel kapcsolatban még tenni. Ugye őket érinti ez amúgy az egyik legsúlyosabban, tehát mert ők most ráadásul egy önálló lista kampányra készülnek. Mi mindenkivel együttműködünk ebben az ügyben. Az LMP is önálló lista kampányra készül. Igen, csak nekünk kevesebb az összeg, és nekünk nagyobb ebből az állami támogatás része. Gyűjtés? Mert hogy az együtt már elindítottak. Mindent meg fogunk vizsgálni olyan jogorvoslati lehetőségeket is, amik eddig nem merültek föl, tehát egy kis jó minőségű jogászkodásra is készülünk ez ügyben, és mindent meg fogunk követni, hogy megmutassuk azt, hogy azért a Fidesz rendszernek az iróniáját mutatja, hogy ő szerintük csak ők gazdálkodnak jól. Belefér egy nagy tüntetés is? Mert hogy ugye a Jobbik hát szervezet egyet nagyon menni. Nagy nem lett, de hogy van ennek értelme, vagy erre mondom, minden lehetőséget meg fogunk vizsgálni. Én szerintem mindenki átérzi a nézők közül, hogy ez milyen abszurd ez a helyzet, ami most átérzi? Van. Szerintem igen. Igen, szerintem pontosan tudja, hogy mindenki, aki Magyarországon vett már, vagy adott ingatlant, mondjuk egy lakást, vagy ilyesmi, pontosan tudja, hogy hogy lehet manipulálni egy árbecslést az energiatanúsítvány nélkül, vagy az energiatanúsítványon, mindenki tudja, hogy ez miről. Jó, amit viszont nem látunk át, viszont önnek föltűnt, hogy valamiért mi szeretnénk az iszlám köztársaságnak elektromos buszokat szállítani. Majd végigvesszük a részleteket, de ez hogy jött? Tehát, hogy annyi ügy jön szembe naponta. Miért pont ezt találta meg? Kicsit olyan a magyar külpolitika, mint azok az emberek a jazzkoncerten, akik mindig a rossz ütembe tudnak tapsolni. Tehát, ez feltűnő és zavaró. Feltűnő és zavaró, és ráadásul mindig nagyon kínosan úgy próbálnak meg valakivel barátkozni, hogy már pont nem jó ütembe van. Ugye amikor Amerika Iránnal megkötötte ezt a... paktumját, ami az atomra vonatkozik, akkor utána nagyon látványosan elkezdett a magyar kormány Iránnal barátkozni, csak hát utána az ő velük elvileg szövetséges Trump kormány jött, akik Iránt nemzetbiztonsági veszélynek, a terrorizmus fő támogatójának nevezik, és pont akkor értek be azokat, amik ők elkezdtek, tehát olyan hihetetlen rossz ritmusérzékkel csinálták, amit tényleg csak csodálni lehet. Ráadásul ezek ilyen patyomkin megállapodások. Hát ez, ami ugye az atv.hu-nak elküldtem adatigénylést, amit én beadtam a külügyminisztériumhoz, az jött ki belőle, hogy ezeknek a megállapodások semmilyen konkrét pénzbeli haszna nincs a magyar embereknek. Tehát Szijjártó Péter elmegy, 4,5 milliárdért Teheránba bérlünk egy palotát, hogy nagyon jó legyen nekünk, majd ezek után aláír egy szándéknyilatkozatot valami olyanról, aminek semmilyen konkrét megvalósulása nincs. Miért? Hát mert ezeket... Nem úgy értem, hogy miért nincs megvalósulása, hanem hogy miért teszik ezt? Hát hogy el tudja mondani, hogy milyen nagyon-nagyon nagy sikerű a keleti nyitás, mert ugye aláírtuk a szándéknyilatkozatot arról, hogy az elektromos buszokkal így meg úgy, de amikor megkérdeztem, hogy akkor pontosan hány elektromos busz, hova, honnan, akkor azt mondták, hogy erről nem tudnak. Na jó, de azért mondták ezt, mert hogy ez magáncégek között köttetett ez a megállapodás, és ezzel nem lehet. Akkor egy kérdésem van, ha magáncégek között köttetett, miért a külügyminisztérium írta alá, miért nem a magáncég vezetője? Tehát akkor miért kellett a Szijjártó ahhoz, hogy ezt aláírja? Hát ő lobbizott azért, hogy a magyar kereskedelmi... De akkor mi volt a papírlapon, amit aláírt? Most már az is oda tartozik. De milyen papírt? Hát, hogy a kormány támogatja, elősegíti, ösztönzi. Hát jó, de hogy most tehát ezt, mint hogyha egy magáncég, nagyon, nagyon örülök, hogyha magyar magáncégek sikeresek, és tudnak Iránba dolgokat exportálni, vagy fordítva, és nekünk vannak gyümölcsöző gazdasági együttműködéseink, csak ne tegyünk úgy, mintha ez egy kormányzati siker lenne. Egyébként pont ezt mondja Varga Mihály, hogy Irán csak nem 80 milliós piac, a komoly lehetőség a magyar vállalkozásoknak. Igen, rendben van, de ismételten nem értem, hogy miért kell hozzá, hogy a külügyminiszternek valamilyen, nem tudom, belső késztetése van, hogy mindenhol aláírjon egy papírt, ahová elmegy. Tehát ezt azért korábban nem csinálták. Ez egy ilyen patyomkin diplomácia, hogy aláír egy szándéknyilatkozatot,
valamiről, ilyen teljesen, az iráni atommegállapodás is egy ilyen teljesen egy ilyen diplomáciai semmit mondó bingó volt, és akkor utána elmondják, hogy ez mennyire jót fog tenni majd a magyar külgazdaságnak. Az a feltételezés, hogy a mögött csak az van, hogy fel lehessen mutatni, hogy hány országgal próbálunk megállapodni, független attól, hogy annyira hát nem trendi Iránnal megállapodni. Hát igen, itt nagyon rossz ritmusban is van, és ráadásul a keleti nyitásban kudarc. Tehát a keleti nyitásban folyamatosan csökkent az exportunk. Igen, ezért nem értem, tehát tőlünk keletre azért elég sok ország van. Lehet akkor mondani. Miért választjuk Iránt? Azért választjuk Iránt, mondom, mert az atomtechnológia miatt, meg azért, mert az iráni piac tényleg nagy, meg fontos, tehát ez egy tény, azt gondolta a kormány, hogy majd mi leszünk azok Európában először, akik be tudunk menni, de hát ez olyan naivitást jelent a külpolitikában, ami egészen elképesztő, és mondom, ezt még akkor tervezték el, amikor még az Egyesült Államok, ami mégiscsak Magyarország fő katonai szövetségese, teljesen más állásponton volt azzal kapcsolatban, hogy Iránnal milyen viszonyt kell kialakítani. Tehát a Trump kormánynak nagyon örültünk, Donald Trump megválasztásának a kormányba, mégis nem tud olyan külpolitikát folytatni, mivel ő egy szövetséges lenne. Ugye a nemzetgazdasági miniszter választának másik része az volt, hogy Magyarország meg egy jó belépőpont lehet Irán számára Európába. Ez nekünk jó, hogy nem. Mi vagyunk a belépőpont? Nem, tehát Irán semmilyen szempontból nem egy olyan ország, amivel az Európai Uniónak szoros kapcsolatokat kell fűzni. Igaza van annak az amerikai kormányban, abban igaza van, hogy a terrorizmus egyik fő támogatója, és ha már ennyire fél az iszlám, radikális iszlám terrorizmustól a kormány, akkor itt az egyik fő támogatója, ebben igazuk van, ezért nekünk nem kéne velük ilyen szoros kapcsolatot kialakítani. Még mindig nem értem, hogy miért vállalunk ekkora rizikót. És ráadásul ugye az egész busz történetnek abban az a vicc. Bocsánat, csak közben csak gondolkodom, tehát hogy anyagi hasznot ez nem hajthat senkinek? Hát ha tudnánk és kiadnák, hogy pontosan melyik magánvállalat mit csinál, az rendben van. Ha nem adják ki, mert üzleti titok, még azt mondom, hogy az is rendben van. De ha nem adják ki, mert üzleti titok, és nem tudjuk, mit csináltak ott Iránban, akkor ne menjen oda a magyar adófizetők pénzén egy magyar miniszter aláírni valamit, amit utána nem tudjuk, hogy micsoda. Egyébként azt tudjuk, hogy most piaca van az elektromos buszoknak Iránban? Tehát, hogy most ez egy mindenhol piaca van az elektromos buszoknak. Én jobban örülnék, ha a szegedi meg pécsi buszokat fejleszteni a magyar kormány elektromosan, tehát én ennek jobban örülnék, de ha már ilyen technológiát kialakít, vihetjük Iránba is, csak akkor tudjuk meg, hogy mennyiért, ki, hova. Ugye az LMP nagy hangsúlyt fektet az átláthatóságra, erre külön programjuk vannak az ilyen típusú zárt kapukra, amikor azt mondják, hogy magáncégek közötti megállapodás, van valami kis kapujuk vagy megoldásuk, hogy ezeket hogy lehetne kinyitni? Igen, hát én szerintem nagyon sok olyan ország van, főleg Észak-Európában, ahol a külügyminiszternek a teljes kataszter, hogy kivel találkozik egy ilyen úton nyilvánosságra kerülhet, hogy ezeknek nagy részt mi a tartalma. Nem kell a magyar tárgyalási pozíciókat fölfedni, ezzel egyetértünk, de azért nagy vonalakban a nyilvánosságot lehet erről tájékoztatni. Hát most egy picit többet tudunk, nem? Talán. Sokkal. Köszönöm, hogy itt volt, és szintén boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt.